Sok civil képviselő kis helyen is elfért a szombati információs napon, ahol a helyettes államtitkár jó hírekről számolt be. Több lépésben sikerült elérni azt, hogy idén októberben már meghirdetésre kerültek a civil szervezetek számára elérhető 2014-es pályázatok. Soha ilyen korán nem voltak kihirdetve, és nem csupán soha ilyen korán nem voltak kihirdetve, hanem előre láthatóan soha olyan korán nem fog születni eredmény, mint 2014-ben, mert január 1-én eredményt is szeretnénk hirdetni, és március elejéig szeretnénk a támogatásokat átutalni a civil szervezetek részére, hogy úgy tudjanak belevágni a 2014-es programjaikba, projektjeikbe, hogy ne csupán már tudják egyáltalán, hogy milyen támogatásra számíthatnak az államtól, hanem az a támogatás már ott is legyen náluk, ezzel is segítve a működésüket. A Nemzeti Együttműködési Alapban több mint 3 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez egyrészt működési jellegű költségek fedezésére szolgál, másrészt pedig konkrétan a programok, projektek támogatására. De sok lépés kellett ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni. Ennek a legfontosabb lépése a civil törvény megalkotása volt, hiszen 2011 év végén első ízben került Magyarországon elfogadásra a civil szervezetek működésével, gazdálkodásával kapcsolatos, konkrétan nekik címzett jogszabály. Én úgy gondolom, hogy az az akadálymentesítés, amit elkezdtünk 3,5 évvel ezelőtt, az végre beért, révbeért. Én azt gondolom, hogy a mai nap is egy jó mutatója annak, hogy a civilek egymás mellett és egymás mögött és egymás segítve állnak. A civileknek az az érdeke, hogy azokat a hiányokat és azokat a jó dolgokat meg tudják teremteni és meg tudják tenni, amire szükség van a lakókörzetben, a társadalomban, a szűkebb társadalomban, akár a családban, a gyerekek között, az ifjúságban, a sportban, a kultúrában, és ehhez azt gondolom tényleg nagy segítséget kapunk a kormányzattól is, illetve a szabályzat a szabályzástól, ugye a civil törvény nem olyan nagyon régen született meg, és ez az új támogatási alap, a Nemzeti Együttműködési Alap, amiről a mai napon is fog néhány szó esni, ez is a civil szervezetek működését és szakmai programjait segíti. Úgy gondoljuk, hogy minden civil szervezet egyformán értékes, hiszen mindegyik alulról jövő kezdeményezés útján egy közösség által értéknek tekintett dolgok megvalósítására azért való küzdelemre jön létre és működik. Ezt az államnak segítenie, támogatnia kell. Ugyanakkor ezt csak másodlagosan tudja az állam tenni, hiszen elsődlegesen egy civil szervezet működtetése, fenntartása azoknak az embereknek a dolga és felelőssége, akik azt létrehozták, illetve akik annak a szervezetnek a tagjai. De ott akar állni mögöttük az állam.